Spaceman egy abszolút eredeti autó, egy abszolút egyedi autó, ilyen még nem volt, és valószínűleg túlságosan sokat nem is fognak belőle eladni, úgyhogy tökéletes hipster autó. A hipsterség az már baromira nem cool, csak szólok. Szóval ilyen autó még nem volt, és ennek van oka is, mégpedig az, hogy a Mini Spaceman így ebben a formában egy tökéletesen értelmetlen kocsi. Figyelj, ez azért jó lenne, hogyha nem te mondanád meg, hogy minek mi az értelme. Annak van értelme, aminek én értelmet adok, mert hogy az én egyedi gondolkodásmódom határozza meg a létemet. Paulo Coelho. Komolyan értelmetlen, ezen nincs mit vitatkozni, viszont megint egy olyan alkotás, ami után csoroghat mindenkinek a nyála. Én egyébként nagyjából egy ilyen Bály Alex típusú ember tudok elképzelni benne. Mi van? Bály Alex? Mekkora szégyen már. Belement a mainstreambe, egyáltalán nem jó. Uncool. Én a kedvesemet is már csak visszafelé hallgatom. Sőt, tavaly hallgattam visszafelé, mert most már a visszafelét is megfordítom a Macintosommal, oké? Na, ez a cool most. A Spaceman testvére, a Countryman is egy nagyon-nagyon fura járgány volt. Meg volt a szabadidőautó jellege, volt hozzá egy betonkemény futómű, és ezt nem nagyon lehetett így menet közben értelmezni. Aztán erre rátettek még egy lapáttal, mert hogy megvan a szabadidőautó jelleg, kupésítva, szuperkemény futóművel ültetve. Na hát ez a rés marketing diadala. Ja, marketing, aha. Ez már egyáltalán nem volt, mindenki marketing és tök gáz. A rés marketing diadala a józanész fölött. Itt van nekünk a Countryman kupésított formája a Spaceman, amin én már akkor nevettem, amikor először a fotókat megpillantottam róla, de aztán alapvetően nem lett ez egy csúnya autó, sőt, ugye kifejezetten design tárgy, mint ahogy a Minik is általában. Éppen ezért meg is kérik az árát, de ezzel most még nem akarlak titeket elborzasztani. A lényeg az, hogy itt van egy autó, ami most már legalább olyan tágas belülről, mint egy Ford Fiesta, kívülről egyébként sokkal nagyobbnak tűnik, de hát ugye azt ne feledjük el, hogy a hagyományos miniben, egy Mini Cooper S-ben például nagyon jól lehetett élvezkedni a kormánynál, az anyósülésben jól lehetett rettegni, de mögénk csak gyerekek fértek be, vagy esetleg törökülésben lehetett beülni, abszolút nem volt lábhely, de olyan szinten nem, hogy pofátlanul nem. Aztán erre persze kitalálták a Clubment, ami egy ilyen kombi jellegű mini volt, ott már volt valamivel nagyobb lábtér, de az első igazi, normálisan hétköznap négy embernek használható mini az a Countryman volt, amennél én azt vettem észre, hogy megpróbálták a Mininek minden előnyét beletenni, és ugye a Mininek az egyik legfontosabb előnye az az, hogy egy igazi élményautó. Kint vannak a kerekei a négy sarkában, és van hozzá egy olyan kemény futómű, ami tényleg élményé teszi az autózást. Egy ilyen magasabb építésű autóban viszont én ezt teljesen feleslegesnek tartom, pláne, hogyha mondjuk van egy összkerekesünk ebből, akkor egészen nyugodtan, lazább terepre is el lehetne vinni, ezt viszont a futómű tökéletesen megakadályozza. A Mininek a sportosságát abszolút megőrizte a Mini Spaceman is, pláne ugye a Cooper-es verzió, amiben ülünk, 184 lóerőnk van, egy 1.6-os turbomotor, ezt már azért ismerjük jó pár miniből, gyakorlatilag minden miniben megtalálható ez a motor, és lehet is vele nagyon jókat szórakozni, és pontosan azért, mert betonkemény a futóműve, nem is nagyon érezzük ezt a magas felépítést, nem dőlöngél, sőt, néha kifejezetten zavaróan elpattog. Nem tetszik, egyáltalán nem tetszik ebben, mégpedig azért, mert ezt a szabadidőautó jelleget nem tudom kiverni a fejemből, és egy ilyen autónál ez a betonkemény futómű, még akkor is, hogyha élvezetesen lehet vele autózni, furcsa, és nem illik a képbe. A trópusi meleg, meg egy versenypálya, kint vagyunk a Kakucsringen. Azért hoztam ki ezt az autót, mert annyira zavaróan kemény volt közúton a futóműve, hogy gondoltam kipróbálom versenypályán. Meglepetést okozott. Először is azért, mert egy RCZ-t, egy Peugeot RCZ-t próbáltam az előbb, és az nagyon-nagyon kezes volt a pályán, nagyon jó volt vele menni. Aztán beültem a minibe, és a közúton betonkemény futómű olyan volt, mintha egy ilyen Lego Technics sok rugóval megáldott kis autóval játszanék, nyeklet nyaklott az egész, fura volt, gondoltam, hogy nem is fogok vele jó időt futni, aztán utána jött a következő meglepetés, a Peugeot RCZ-vel 51-5 körül futottam, Diósi Csabi kollégám egyébként azzal a kocsival futott 50,9-et,
És aztán átültem ebbe, és csináltam ezzel az autóval egy 50,42-t. Tehát jobbat mentünk ezzel a kocsival, mint a Peugeot RCZ-vel. Pedig hát azért ugye itt van teljesítmény hátránya is ennek az autónak, úgyhogy most már tényleg nem tudom hova tenni a Mini Pacement. Most jön az, hogy ebből az autóból miért nem fognak sokat eladni. Ez az autó így Cooper-esként, összkerékhajtással, ezzel a felszereltséggel 10.474.800 forintba kerül, ami azért egy ekkora méretű autóért icipicit soknak tűnik. Itt ül mellettem Bolla Gyuri kollégám, aki most nem vállalja az arcát, mert nem borotválkozott meg. Mondjuk ez szerintem nem borotválkozás kérdése, én ezt az arcot sose vállalnám, de semmi baj, Gyuri. Szóval ő azt mondja, hogy aki ehelyett az autó helyett nem egy full felszereltségű mazdalatos kombit vesz, az teljesen idióta, és zárják azonnal be az elmeosztályra. Hozzátartozik, hogy az az autó ugyanannyiba kerül, mint ez. Az egyik tesztünkben olvashattatok róla. Itt. És akkor most van az, hogy megérkeztünk ezzel a Mini Pacemennel oda, ahova ez a Mini Paceman való. Szentendre belvárosába érkezünk be szépen. Végig fogunk korzózni itt a Dunaparton, és meg fogjuk számolni, hogy hány csajszi kacsint ránk. Bár mondjuk így azért esőben annyi csajszi nem sétál itt, mondom, most senkinek nincs kedve fagyizni, meg lángosozni. Nekem van. Van? Igen. Együnk egy lángost? Hát, éhes vagyok. Na, akkor kapcsolt ki a kamerát, aztán lángos mellett folytatjuk. Egészségedre. Egészségedre neked is. Egyébként az inge miatt nem akartam megszólalni, mert ilyen mikrokockás vibrál a kamerában. Na de Artur, egy dolgot nem mondtál el, hogy milyen vezetni az autót. Tök jó. De azt elmondtam már, hogy elpattog. Tehát hiába próbálsz íven tartani, amikor mész egy kanyarban, hogyha bármi van az úton, akkor azonnal elkezd pattani. Sőt, volt egy kicsit meg is rántotta a kormány, szóval ez nekem egyáltalán nem. Ez attól van ugye, hogy rettenetesen feszes a futómű, meg hatalmas nagyok a kerekek. Igazából szerintem még ezek a kerekek túl nehezek is. Mm-hmm. Úgyhogy ennyi lehet csak az egésznek a... Hoztam neked üdítőt, várjál meg! Ja, köszi! És a váltó, meg a pedálok... Annyira drága vagy! Miss Bikini, hello! Köszönöm! Várjál, nekem mi jutott akkor? Mit kaptál? Ó, bazd meg! Na, egészségünkre! Szóval... Na! Figyelj meg most, hogy teli hassal tetszik ez a kocsi! Tényleg? Aha. Nekem tudom, én tudom, miért utáltam a Countryman? Figyelj, én szeretem a miniket. Nekem tetszenek a minik, mondjuk baromi drágák, soha nem fogok minit venni. Lehet, hogy majd egyszer valamikor egy használtat. De tök jó, hát most mibe kössek bele? Én bele tudok kötni. Na kössél. Nekem ez is, meg a Countrymannel is ugyanaz a problémám. Ha veszel egy sima minit, vagy akár egy kabriót, vagy egy kupét, vagy egy roadster, szóval bármelyik kicsi minit, kapsz egy olyan dizájnos életérzést, ami kipótolja azt, ami hiányzik belőle. Itt kapsz egy teljesen hétköznapi autót. Ami hiányzik belőled, az üres életedet feldobja. Meg még ez is, így van. Itt kapsz egy teljesen hétköznapi autót. Ez gyakorlatilag kicsit, kb. Akkora, mint egy Ford Fiesta, csak sokkal drágábban adják, miközben semmivel sem jobb, de szinte semmivel sem jobb minőségű a beltér. Nekem egyébként a külső se tetszik annyira. Itt adnak egy hétköznapi autót egy teljesen felesleges négy kerékhajtással, amit sohasemre nem fogsz használni, mert egy ilyen autó vidáman elboldogul első keréker is a hóban. És mindezért elkérnek olyan pénzt, amivel már elképesztően jó autókat is kapni. Tehát ez a 10,5 millió forint, amit itt bemondtál, na jó, ezt inkább nem is kommentálom tovább, egyébként inkább. Na, zabáljunk. Elsúsztam, bad meg. Pedig pont dicsérni akartam, hogy jó a konyha. Na, de én voltam a barom. Na, jó van akkor. Na. Van még valami?